Kezdjük a jó hírrel, megszereztük Zsinórban 5. győzelmünket. Sziasztok, ez itt a Loki Blog heti hármasa, benne Anderson. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Juve fan. Üdvözlök mindenkit én is! Illetve jó magam Csibu, akik válaszokat adunk a kérdéseitekre, illetve saját magunk által feltett kérdésekre. Ez a heti hármas adásunk aktuális műsora. Három főbb témakört fogunk érinteni. Ebben a műsorban mind a három szorosan kötődik a DVSC-hez, ahogy azt már megszokhattátok. És kezdjük is az elsővel, amit már be is harangoztam, és mindannyian nagyon jól tudunk, hogy bár az első öt mérkőzésen nem sikerült győzelmet szerezni az idei bajnokságban, de a második ötös etap után nagyon-nagyon boldogan nézhetünk a tabellára, hiszen harmadik helyezett a piros-fehér csapat. Hogyan éltétek meg ezt, hogy dobogóra kerültünk? Számítottatok-e rá akár egy-két fordulóval ezt megelőzően? És mit gondoltok arról, hogy hová és meddig tarthat ez az út, vagy egyáltalán kell-e azzal foglalkozni, hogy hová és meddig tart ez az út? Hát ugye 10 forduló után vagyunk, és tökéletesen ketté lehet választani az eddig eltelt 10 fordulót, 2x5 fordulóra. Az első ötösben nemhogy győzelmet nem szereztünk, de még a játékunk is olyan volt, hogy már gyakorlatilag hát beharangoztuk, hogy ki fogunk esni. És hát mondhat bárki bármit, hogy milyen negatívak, meg károgók vagyunk, azért valljuk be, hogy minden okunk megvolt erre, hogy ezt mondjuk, és minden jel erre mutatott. Tény, hogy voltak már bíztató jelek abban az öt meccsben is, ugye a Videoton és a Fradi ellen, de azért az átütő erő az még messze volt attól, ami utána elkezdődött. Ugye volt egy fontos momentum, Holman eladása és Bódi visszatérése, és a Vasas ellen ugye megszereztük az első győzelmünket, és onnantól nincs megállás, ugye Zsinórban 5 győzelem. Éppen a múlt héten Andersonnal beszélgettük ezt a legutóbbi adásban, hogy ugye az elmúlt 6 évben maximum 6 győzelemig jutottunk Zsinórban, addig 2-szer is, 5-ig viszont nem sikerült ezen kívül, csak 2-szer 4-ig, úgyhogy mindenképp szép teljesítmény ez a mostani csapattól, hiszen a korábbi nagyobb erejű csapataink sem voltak képesek azért olyan sokszor ilyen győzelmi sorozatokat felmutatni. Úgyhogy ha az a kérdésed, hogy 2 fordulóval ezelőtt gondoltam-e arra, hogy dobogó, akkor arra az a válaszom, hogy igen, mert 2 fordulóval ezelőtt már egyértelműen olyan játékot és olyan felfogást láttam a csapattól, ami arra engedett következtetni, hogy itt jönnek még majd győzelmek Zsinórban, úgyhogy ez így mindenképp egy nagy igen a válaszom, de hogyha azt mondod, hogy 5 fordulóval ezelőtt, akkor azt kell volna mondanom, hogy ha valaki ezt megkérdezi tőlem, akkor biztos, hogy kiröhögtem volna. Így van, ezzel teljesen egyetértek én is. Nem lehetett számítani erre pár fordulóval ezelőtt, és a realitás az, bármennyire is örülünk most ezeknek a sikereknek, itt a klub helyzete kifejezetten jobb, még mindig nem lett. A csapat helyzete összehasonlíthatatlanul jobb, van egy jó szakmai munka, sikerült találni olyan játékosokat, akiknek szemmel láthatólag fontos jelenleg a Loki, és hajlandóak küzdeni érte, és ezek tényleg nagy pozitívumok, mert el vagyunk ettől szokva, attól pláne, hogy ez még eredménnyel is társul, tehát amikor jöttek az eredmények, akkor sem volt annyira jó játék, meg élvezetes játék, meg egy ilyen elkötelezett csapat az elmúlt években, amikor meg esetleg épp volt, nem biztos, hogy jöttek az eredmények, bár összességében egyébként nem volt, tehát szerintem ez a tendencia, itt már egy pár éve. Szóval ez váratlan fordulat, és nagyon sok érdekes kérdést felvet, amiben szerintem mi sem látunk bele egyébként teljesen. Ki tudja, mi áll még a háttérben, amiről esetleg nem is tudunk. Az is lehet, hogy semmi, és tényleg csak arról van szó, hogy Herceg András megtalálta a megfelelő játékosokat, kidolgozta a megfelelő stratégiát, és egy jó pedagógus, egy jó edző, aki csodákra képes most, mert egyébként ebben biztos, hogy van igazság. De hogy egyébként a háttérben zajlanak-e más folyamatok, nem tudjuk. Én legalábbis nem tudom, lehet, hogy ti tudjátok, én nem tudok erről semmi egyértelműt, és talán ez egy picit a számomra. Abban biztos vagyok, hogy
Mikor azt mondtuk az év elején, hogy Herceg András önmagában nem képes a csodára bizonyos szempontból, igazunk volt, mert hogy valóban egy klub sorsa nem függhet egy embertől, és ha most ő hirtelen kiesne a képből, akkor lehet, hogy megint nagyon nagy mélységekbe süllyednénk. Viszont én a magam részéről olyan értemben megkövetem őt, hogy számomra most lett igazán világos az, hogy ő tényleg egy nagyon jó szakember. Tehát annak idején nem lehetett egyértelműen látni, nekem nem volt teljesen egyértelmű, hogy mekkora százalékban az ő eredménye volt az a két nagy siker, mondjuk a BL Európa Liga főtábla plusz bajnoki címek. Azt lehetett tudni, hogy egyértelműen volt benne szerepe, tehát ezt szerintem senki nem vitatta el. De hogy milyen szinten ért tényleg a szakmához, legalábbis hazai szinten, az nekem most lett világos. Tehát azért ennyit tegyünk hozzá, hogy most így rövid távon tényleg nagyon jelentős változást tudott előidézni, de ez valahol lehet negatív is, hiszen amikor ennyire egy embertől múlik egy klub sorsa, akkor az aggasztó is egyúttal. Ivan, hát biztosat mi sem tudunk, hogy mi lehet a háttérben, hogy mitől tátosodtunk meg, de azért gyanakodni tudunk, és én azért gyanakszom arra, hogy itt történtek bizonyos anyagi kielégítések bizonyos játékosok felé. Azért csak úgy hirtelen nem kezd el 11 játékos jól focizni egyik hétről a másikra, és nem fogja abba hagyni az alibizést így egyik pillanatról a másikra. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy van ehhez köze ennek, de örömteli, hogyha ez így történt, és örömteli, hogy végre most már mindenki akkor a focira tud koncentrálni. Igen, még annyit tennék ehhez hozzá, hogy szerintem ez két oldalú kérdés, mert egyik oldalról vannak játékosok, akik menet közben kerültek be a csapatba, tehát azért eléggé kicserélődött a kezdőnk az első fordulóhoz képest, és azok a játékosok, akik azóta ide kerültek és játszanak, mind nagyon lelkesen és jól fociznak, szerintem. Hát ez az egyik oldala, és ez lehet pozitív hatása másokra is, de az is tény, hogy mondjuk elég tőzsérre ránézni, vagy jó pár másik játékosunkra, akik már évelején is a kezdőcsapat tagjai voltak, és hirtelen azóta teljesen más mentalitásban kezdtek el focizni, tehát valószínűleg ez egy összetett kérdés. Nagyon köszönöm a bő válaszotokat. Én annyit tennék hozzá egy más szegmensből megközelítve, hogy mert ugye ti azt vizsgáltátok, vagy azt néztétek meg, hogy a DVSZ saját magához képest mit tett az elmúlt fordulókban is, hogy tette, de ugye benne vagyunk egy olyan magyar labdarúgói körben és egy olyan magyar bajnokságban, ahol azért a többi csapat helyzete is kihatással van ránk. És pont arról szól a jelenleg is írás alatt álló eszmefuttatásom, hogy hol a helye a DVSZ-nek ebben a nagyon furcsa és számomra továbbra is nagyon-nagyon káoszos magyar futballban. Ami azonban biztos, hogy az, hogy 5 meccset Zsinórban megnyertünk, az nem a véletlen műve, és nem a szerencse műve, nem a sors műve, hogy visszaadja a korábbi kínokat, hanem az már egyértelműen csapatról beszél, az már egyértelműen kiváló teljesítményről beszél, bárki is az ellenfél, sőt, hogyha úgy vesszük, és a Csongrád elleni kupa meccset ide vesszük, akkor ez már 6 győzelem Zsinórban, és most lehet azt mondani, hogy oké, a Csongrád megyei csapat az gyenge, de gondoljunk arra, hogy vagy mit alkottunk a Magyar Kupában, és akkor el lehet gondolkozni és megnézni a két mérkőzés közötti különbségeket. Szóval amit látunk, az azt gondolom, hogy nagyon-nagyon pozitív, és amit a tegnapi semleges térfélben elmondtam ezzel kapcsolatban, hogy én most nem is gondolkozok helyezésben, nem is gondolkozok abban, hogy nemzetközi kupa, meg hanyadikok leszünk. Nem számít ugyanis jelenleg. Én nem érzem azt, hogy ennek a csapatnak szüksége lenne feltétlenül nemzetközi kupára, vagy azt, hogy ennek a csapatnak szüksége lenne dobogóra, és ilyen célokért kellene harcolnia. A jelenlegi csapatnak arra van szüksége, amin nagyon-nagyon jó úton jár, hogy ismét megtalálja magának a debreceni közönséget, nem csak az ultrákat, nem csak
a szokásos nézőket, nem csak a divat szurkolókat, hanem egyen-egyenként mindenkit megtaláljon, és úgy veszem észre, hogy ez egyre jobban működik, és egyre jobban ismét rátalál a város csapata a város szurkolóira, úgyhogy szerintem ez a legfontosabb, és amit a semleges térfében elmondtam, továbbra is tartom. Úgy megyek ki mostanában DVSC mérkőzésre, hogy élvezem azt a 90 percet, akkor is, hogyha vannak benne nehéz pillanatok, de jó érzés Debrecen szurkolónak lenni ismét, jó érzés azt látni, hogy a pályán van teljesítmény, van küzdeni akarás, innentől kezdve pedig számomra az eredmény másodlagos, mert jó ott lenni a pálya szélén, és úgy érzem, hogy részese leszek annak, ami történik, akár jó, akár rossz, nem pedig egy külső szemlélő, aki csak folyton azt látja, hogy ez is rossz, az is rossz, és amaz is rossz. Tehát vannak pozitív jelek, és szerintem ez mindennél többet ér. Nagyon egyetértek veled azokban, amiket elmondtál, és ha már szóba került ez a kérdés, hogy mi is most a fontos, például egy nemzetközi kupaindulás lehet-e az, akkor szerintem itt látni kell azt, hogy nyilván a bentmaradás az fontos, de talán most az elmúlt meccsek után már érezhetjük azt, hogy nem ez a veszély fog minket fenyegetni a bajnokság végén, hogy bent tudunk-e maradni. Legalábbis most azért reálisan lehet ebben reménykedni. Szóval ami számomra a legfontosabb lenne, azon kívül, hogy tényleg a csapat és a közönség egyre jobban egymásra találjon, az, hogy építsünk most a jövőre nézve. Tehát már Varga Kevin játszatása is egy első lépés e felé, meg egyébként Kinyiké, például, hogy egy másik nevet is mondjak. De van még rengeteg másik fiatalunk, akik még mindig zsákba macskák, nem tudjuk, hogy mire képesek. És nem azt mondom, hogy most egyszerre dobjuk be az összeset a mélyvízbe, de jó lenne az, hogyha szép lassan egyre többen tudnának játszani, szerepet kapni, és ennek köszönhetően megszereznék azt a meccsrutint, amivel utána később meghatározó tagjai lehetnének a csapatnak, vagy épp kiderülne az, hogy nem ütik meg azt a szintet, amit NB1-esnek lehet nevezni, vagy ami elegendő a Lokihoz, és akkor lássunk tisztán, hogy velük nem lehet a jövőben számolni, majd remélhetőleg jön helyettük más. Tehát ebben jó lenne tisztán látni, és jó lenne megadni nekik fokozatosan a lehetőséget, mint történt az Varga Kevin esetében, mert most sokkal fontosabb az, hogy a jövőre építsünk, és most tényleg összeálljon egy csapat, lehetőleg azért fiatalabb csapat, és a következő években ezzel biztosíthassuk a jobb szereplést. Hát van-e még ezzel a témával kapcsolatban gondolatunk? Akár jó van neked azzal kapcsolatban, hogy mennyire tekintesz a jövőbe, és mennyire van szükség szerinted itt nemzetközi kupára, vagy dobogóra, vagy erre irányuló tervekre? Erről majd egy következő kérdésünkben szeretnék beszélni, most egyelőre szerintem haladjunk. Jó, akkor menjünk is tovább a második kérdésre, ami nem is egyetlen egy kérdés lesz, hanem egy kosárra való kérdés. Tőletek kaptunk olyan felvetéseket, amik közül párat kiválogattunk, és ezekre hosszabban, rövidebben próbálunk meg majd válaszolni, és akkor menjünk is sorban. Kinek a teljesítménye eddig a legnagyobb meglepetés? Egyértelműen Kinyik Ákos, legalábbis nekem egyértelmű ez a válasz. Én bevallom őszintén, nem vártam tőle sokat, tehát oké, hogy itt lelkedeztek páran, hogy volt 5 gólja az NB2-be egy alsó osztályú csapatba, de én ettől azért úgy nem estem hanyatt, azért az elmúlt években sok játékosunkat kölcsön adtuk így a másodosztályba, is volt, aki jól játszott, volt, aki nem, de úgy összességében senki nem tudott hosszú távon megragadni a felnőtt keretben. Úgyhogy számomra óriási pozitív csalódás az ő játéka, még ha nem is tökéletes, de szerintem egy rossz szavunk nem lehet rá, és ahhoz képest, hogy tényleg eddig nem sok rutinja volt ilyen szinten, hát ahhoz képest még mindig mi kaptuk a legkevesebb gólt ezzel a úgymond rutintalan védelemmel. Folytatom én, amíg Anderson gondolkozik, én mindenképpen Tőzsért emelném ki. Tudtuk azt, hogy képes jobb játékra annál, amit nyújt, ezért
Furcsa lehet ez, hogy most őt emelem ki, de engem azért meglep, mert már egy éve itt játszik, és eddig nem, hogy meccsről meccs nem tudta hozni ezt a teljesítményt, de talán nem is volt olyan meccs korábban, amikor legalább ilyen jól játszott volna, mint most folyamatosan, és nem csak a teljesítménye az, ami miatt számomra meglepetés, hanem amiatt is, mert amiután távozott Holman Dávid, minden meccsen azt érzem, hogy igazi vezér és igazi csapatkapitány, és ellátja azt a tisztséget, amit a csapatkapitányi karszalag jelent, úgyhogy én Tőzsert emelném ki ilyen formán. Hát mivel elmondtátok azt a két nevet, akikre én is gondoltam volna, akkor mondom a harmadik evidens nevet, Varga Kevinét, akinél azért lehetett látni régen is, hogy jó a rugó technikája, és van fantázia a játékában, de azért, hogy ilyen szinten van, az szerintem senkinek nem lehetett egyértelmű. De egyébként, ha nem ezeket mondtátok volna el, akkor még nekem is ők jutottak volna eszembe, csak nem akarom megismételni az elhangzottakat. De talán Kinyiket emelném még ki pluszban én is, mert azért az ő játék az tényleg jelenleg, nyilván ezt még nem tudjuk, hogy hosszú távon is így marad, de reméljük, hogy igen, de jelenleg tudja minőségben nagyjából pótolni Brükovicsot, és ez egy hatalmas meglepetés számomra. Tehát ezért tudjuk jól, hogy Brükovics mekkora értékünk volt, és mekkora veszteség volt a távozása. Tehát ki gondolt volna arra, hogy mégis lesz egy egész stabil védelmünk és védekezésünk. A második kérdés, amit kiemeltünk, hogy miért kevés a néző, miközben tele vagyunk saját nevelésű játékosokkal, plusz 4-5 meccset ki sem kaptunk. A nézőszámainkról annyit, hogy ha végigmegyünk egyébként a Lokiblog EU-n jobboldali sávban, a tabella alatt találtok egy nézőszámok gombot, nem tudom, hogy használjátok-e, de érdemes, hiszen UEFA mindig serényen viszi föl a forduló után, hogy éppen hány néző tekintette meg az adott hazai mérkőzésünket, szóval 4400, 5300, 3600, 5500, illetve most nem is tudom, a Puskás Akadémia jelenten 3200, így van, volt a nézőszámunk, tehát itt az átlag nézőszám az nagyjából olyan 4000 környékén, tehát most volt a legkevesebb néző a Puskás Akadémia ellen, de hát eddig 4700-as átlag nézőszámot hoztunk, ami én azt gondolom, hogy magyar szinten egy abszolút vállalható adat, és nem tudom, hogy lehetne ennél több, vagy hogyan lehetne ennél több. Tehát így van, most 4424 az átlagunk így 5 meccs után. Most így visszanézve az elmúlt évekre, tavaly 3400 volt, előző évben 3000, azt megelőzően 3800, és utoljára az utolsó bajnoki címünk évében volt 7004, ugye a két teltházas nagyerdei stadionos meccsel, ami azért jócskán felhúzta. Szóval most körülbelül az elmúlt évek átlagától egy picivel jobban állunk, igaz, zárójelben jegyezzük meg, volt egy Ferencváros és egy Diósgyőr elleni hazai meccs, ami megint csak dob az átlagon, jócskán. De egyébként sokan kérdezik tőlem a stadionban és stadionon kívül is, hogy szerintem mi az oka annak, hogy nincsen néző. Hát én mindig azt tudom erre mondani, hogy Ginolban 5 győztes meccs után nem fog 2-3 ezer ember csak úgy hirtelen kitódulni. Tehát itt azért Debrecenben összetette probléma van itt annál, mint hogy jó-e a csapat vagy sem. Azért rengeteg, hogy is mondjam, megaláztatásban volt része a közönségnek itt az elmúlt években, és ha egyszer eljátszák a bizalmát az embereknek, azt nagyon nehéz lesz visszaszerezni. Ugye sokszor beszéltünk már arról az elrontott bajnokavatóról a Honvéd ellen, az szerintem a klub történetének egyik legnagyobb baklövése volt, ami ott történt azon a napon. Ott rengeteg szurkolót vesztett, és sok olyat nem nyert meg azon a napon, akit meg lehetett volna a klub. Úgyhogy nyilván kell itt egy változás, egy új közeg, aminek már látjuk az alapjait a csapat szinten, de azért vannak még itt olyan tényezők, amik miatt egyesek még mindig nem hajlandóak kiállni. Tudjuk nagyon jól, hogy a B-középnek is voltak és vannak problémái, úgyhogy nem csak annyiból áll itt a dolog, hogy nyerünk-e 5 meccset Ginolban vagy sem. Igen, egyetértek, tehát nekem az jutott eszembe, hogy egy hónap alatt sok év
negatív tapasztalatait nem lehet kompenzálni. Tehát az emberek nem felejtenek, legalábbis ennyi idő alatt biztos nem. Nagyon sokan egyszerűen azért nem jönnek ki, mert Szima Gábor az elnök, vagy a tulajdonos. Tehát sokaknak ez a problémájuk, és nyilván azért ez a problémájuk, mert annyira negatív tapasztalataik és emlékeik vannak, és azt érzik, hogy hülyének nézik őket, semmiben nézik őket évek óta. Itt tényleg nagyon sok múltbeli dolog van, amit azért is sajnálok, mert egyébként jelenleg ez a szakmai stáb és ez az együttes nem ezt érdemli, és ők nem tehetnek róla, szerintem, legalábbis nem dominánsan miattuk van ez az egész, és mégis ők iszták meg a levét, de közben meg nyilván a szurkolókat sem tudom hibáztatni, hanem teljesen megértem azt, hogyha valaki mondjuk még mindig nem akar kimenni meccsre, mert olyanok az élményei és a tapasztalatai, tehát itt valami még nagyobb megújulás kell, ami tovább viszi ezt a mostani utat, de azért szakít azzal a sok negatív dologgal, amit az elmúlt években megtalálhattunk. Hát ha gondoljátok, akkor jöhet a harmadik kérdés. Te nem válaszolsz erre a kérdésre? Én az elén kifejtettem, úgy kimaradtam belőle. Most mondjam azt, hogy elmondtátok, amit gondoltam. Nem tudom, nagyon nehéz kérdéskör. Én pozitív tendenciát vélek felfedezni, és azt gondolom, hogy ha a csapat tartja nem feltétlenül a jó eredményét, hanem a jó játékot, és hogyha az, hogy saját nevelésűekkel állunk fel, és csupa fiatalra állunk fel, már nem csak szlogen lesz, hanem tényleg ez történik a pályán, nem csak egy és nem csak két játékoshoz fűződően, mert én továbbra is tartom, hogy ez egy hatalmas nagy átverés volt a klubtól, hogy ezt lehozták egy hónapon keresztül a bajnokság kezdet előtt, hogy hát itt saját nevelés, meg a magyar játékosok, meg a magyarok, meg a magyar edzők, és a külföldieknek viszlát, és fiatalokat fogunk beépíteni, meg az ifikhez nyúlunk. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy átverés volt, és nem volt a szavak mögött annyi tett, amennyit azok a gondolatok és amennyit azok a szavak jelentettek volna. Ennek ellenére nyilván vannak saját nevelésű játékosaink, sok saját nevelésű játékosunk van, vannak, mint látható, beépülő félben lévő fiatalok, akik képesek jó teljesítményt nyújtani, de én még mindig nem érzem azt, hogy ez teljes vászélességgel és tényleg tudatosan történne, nem pedig csak amiatt, mert ezt hozza a szükséghelyzet. Szóval, hogyha ez őszinte dolog lesz, és valóban megvalósul, nem csak 5 meccsereig, vagy nem csak 10 meccsereig, hanem akár egy szezonon keresztül, és Varga Kevin mellé felzárkózik még egy-két játékos, akik tényleg megkapják a bizalmat, nem csak a mérkőzések utolsó perceiben, gondolok itt például Csőszre vagy Bíróra, akkor én is azt fogom mondani, hogy terjesztem azt, hogy jöjjünk minél többen, és várom azt, hogy legyünk minél többen a stadionban, mert akkor meg fogja érdemelni a csapat. Látszik egyébként, hogy ahogyan egyre jobbak vagyunk hozzáállásban és akaratban, úgy jönnek vissza a nézők is a pályára, mert azt mondják, hogy igen, ez rendben van, emellé oda tudnak állni, emellé oda tud ülni, oda tud menni, hogy kiabáljon, oda tud menni, hogy szorítson és szurkoljon, nem kell több Debrecenben, úgyhogy lehet, hogy lesz itt még akár egy ezres nagyságrendbeli ugrás, mindenki ennek örülne, úgyhogy bízunk benne, hogy maradnak azok a tendenciák, amik révén a szurkolók is hosszú távon egyre többen lesznek a stadionban. És milyen érdekes az egyébként, csak egy nagyon rövid gondolat, hogy végül pont azért kezdett igazzá válni az a hazugság, amit az elején mondtak, hogy fiatalitás, saját nevelésű játékosok, stb. Mert annyira rossz volt a helyzet, annyira egy kényszerhelyzetbe került a klub, hogy tényleg nem igazoltunk, gyenge volt a keret, hogy szép lassan muszáj volt a keret soványsága miatt bedobni olyan játékosokat, akik lehet, hogy egyébként nem kapták volna meg a lehetőséget, annak ellenére, hogy elvileg rájuk építettünk. Tehát lehet itt azt mondani, hogy jaj, persze, mert fokozatosság, meg nem egyből, meg stb. De azért az első pár fordulóban az látszott, hogy ugyanazt a megmaradt keretet próbáltuk játszatni, akik tavaly is voltak, csak ugye nyilván meggyengült azóta ez a csapat,
Tehát én is azt érzem, hogy ez hazugságnak indult, és aztán a kényszer változtatta némileg igazabbá, és bizonyította be egyébként, hogy tényleg ez lenne a jó út, hogyha komolyan gondoljuk. Igen, azért gondoljunk vissza, hogy Brükovicsot vártuk sokáig, hogy majd pótolni fogjuk, egy darabig ugye Mészáros játszott, aztán a sorra hibázott, gyenge volt, be kellett dobni Kinyiket próba szerencse alapon, ami bevált, illetve ugye Sós Bence sérülése miatt be kellett dobni Varga Kevint, ami megint csak bevált. Tehát ezek ilyen kényszer szülte megoldások voltak, és örülünk, hogy jól sült el, de nem biztos, hogy megkapták volna a lehetőséget, hogyha nincs a sérülés, vagy hogyha igazolunk valakit Brukovics helyett. Meg egy kicsit ilyen volt Kuti Bényei is, hogy Kuti is gyengén játszott az elején, és akkor jó, nézzük meg Bényeit. Á, de mondjuk ott az ő jó, esetében... Jó, lehetett rá számítani, abban igaz, igen. Az egyetértek, hogy ott lehetett rá számítani, hogy előbb-utóbb ez megtörténik. Tehát Bényeinek volt egy kis lemaradás, amikor ideigazolt ezt. Ugye, az egész szituáció egyébként arra hasonlít, amikor arról beszélünk, hogy önbeteljesítő jóslat történik, mert tényleg annyira válsághelyzet volt, hogy nem volt más kiút, és akkor ezt a kiutat, ami egyébként egy menekülő útvonal volt, azt beállították úgy, mintha szándékosan választották volna ezt az utat. Engem ez zavar, és nekem ez nem tetszik, hogy ott sem volt őszinteség abban, hogy megmondjuk, hogy figyeljetek, gyerekek, nem tudunk igazolni. Hanem még az ankéton is az hangzott el Herceg András szájából, hogy gyenge ez a keret, nem ezt a keretet akar, lehet, hogy nem így mondta, hogy gyenge ez a keret, de azt mondta, hogy ő azt az ígéretet kapta, hogy megmarad az előző keret, és a jelenlegit azt nem érzi annyira jónak, mint hogyha megmaradtak volna azok a játékosok, és hogy továbbra is emlékezetek vissza, hogy hányszor elhangzott minden interjújában, amit Herceggel készítettek, hogy még egy-kettő vagy kettő-három labdarúgóra szüksége lenne, és nem kapott gyakorlatilag senkit. Tehát ő maga mondta ezt az edző akkor, és nem történt meg ez a dolog. Tehát nem, tehát ne értsetek félre, nem az ellen beszélek, hogy fiatalítsunk meg, hogy saját nevelésű játékosokkal álljunk, én nagyon örülök ennek is. Már ezelőtt mi emlékezetek vissza, elmondtuk és leírtuk nagyon sokszor, hogy nagyon-nagyon nagy szükség lenne erre a dologra. De nem úgy, hogy kényszer megoldásból azt mondjuk, hogy hát jó, akkor most nincsen más, akkor gyere Varga Kevin, te fogsz játszani, mert muszáj, hogy játszon valaki. Hanem tudatosságra lenne szükség, és megint azt tudom csak mondani, hogy gondoljunk bele, hogyha ezek a dolgok tudatosan történtek volna a megfelelő időben, a megfelelő helyen, akár Kinyik Ákossal, akár Bényeivel, akár Varga Kevinnel, akár Bíróval, Csősszel és a többiekkel, hol tarthatna ez a DVSC, hogyha mindez tudatosan és célorientáltan történik? Na de félre ezt a témát, és jöjjön a negyedik kérdés, sőt, hanyadik jön? Harmadik. Harmadik jön? Akkor ugrottam egyet. Jó, szóval jöjjön a harmadik kérdés. Mi szakadt át a fiúknál, hogy ilyen formában vagyunk? Holman volt ennyire negatív hatással, vagy bedobták a bérét a közösbe, és így már megy a játék? Azóta játszik a csapat, élvezhetőek a meccsek, legalábbis a hazaiak, kezdem én gyorsan a válaszadást. Nem tudjuk azt, hogy a bérekkel mi a helyzet, nyilván mondunk ezt-azt mi is, gondolunk ezt-azt mi is, meg mindenki, de én azt gondolom, hogy Holman annyira egy irányító személyiség a pályán, és annyira képes elvinni egy csapatot a hátán, hogy ráépítettük fel a taktikát, és hogyha neki nem volt kedve játszani, már pedig az utóbbi időben nagyon nem volt kedve játszani, akkor emiatt nem csak az ő játéka bukott, hanem az egész csapat, így azáltal, hogy ő kikerült a keretből, azáltal felszabadult mindenki is. Ez is nagyon nagy részben okozta a pozitív tendenciát. Ti jöttök. Én azt gondolom, hogy már nagyjából beszéltünk ezekről. Én 4 pontot szedtem itt össze gyorsan fejben. Az egyik az Holman távozása. Egyrészt a pályán mutatott teljesítmény szempontjából, másrészt emberileg az öltözőn belül, tehát a csapategység szempontjából. Ezt csak feltételezem, de szerintem nem áll messze az igazságtól. A második az, hogy egyszerre bekerült a kezdőbe Varga Kevin, Búdi és Mengolo, ott az a hármas nagyon sokat dobott a játékon, és hirtelen lett támadó játékunk. A harmadik az, hogy Herceg András ekkora már úgy egyre jobban kezdte megtalálni a taktikát és a csapatot, tehát már azért beépült Bényei, beépült Kinyik, lehet itt azért ezeket is figyelembe venni szerintem ennél a kérdésnél, tehát volt ennek egy előzménye. És a negyedik pedig az, ami egy kérdőjel, és nem tudjuk,
tehát minden más, ami a háttérben lezajlott, és nem látunk bele, ezeket nyilván nem fogjuk tudni. Igen, itt a Holmanos dolognál azért sokan emlegetik ezt a két dudás egy csárdában mondókát, hogy Tőzsérnek a játéka is jelentősen feljavult az ő távozásával. Két hasonló személyiség, mind a ketten, ahogy mondtátok is, ugye, hogy Holman is irányító személyiségű, Tőzsér is az. Nyilván mind a kettő hajlamos volt az alibizésre. Ez kicsit olyasmi, mint annó a Cvitkovics-Szakály páros, hogyha egyszerre játszottak, abból sosem sült ki jól, és ahogy eligazolt az egyik, hirtelen a másik játéka feljavult. Itt is ezt érzem egyébként Tőzsér esetében, hogy azért van köze Holman távozásának az ő tündökléséhez, mint ahogy nyilván a csapatnak is jót tett az, hogy az ő távozásával ugye szerkezetet váltottunk, és ismét a klasszikus 4-4-2-t játsszuk. Úgyhogy ennek mindenképp van jelentőség, és hát amiről beszéltem az előbb, hogy azért én gyanítom, hogy történtek itt bizonyos kifizetések, ami miatt a lelkesedés jobban megnőtt. Akkor ezt a kérdést is átnéztük, jöjjön most már tényleg a négyes. Hol a vége a menetelésnek, hol pukkad ki a rózsaszín Luffy? Hát én most nézegetem, és még heteken keresztül nyerhető meccseink jönnek. Jó, most megyünk Újpestre, ahol azért nem győzni szoktunk, még akkor sem, amikor bajnokságért mentünk. De utána Mezőköves idegenbe, haladás itthon, Paks itthon, ez három abszolút nyerhető meccs, úgyhogy nincs itt probléma ilyen szempontból, még szerintem egy ideig. Nyilván utána azért jönnek a nehéz meccsek, Fradi, Vidi, Vasas, Honvéi, Zsinórba, de addig még mondom, van négy meccs, amiből könnyen összeszedhetünk 9-10 pontot is, tehát én szerintem még most egy darabig, ha kitart a jó formánk, a szerencsénk, a lendület, minden, ami most így együtt van, a csillagok együttállása még megmarad, akkor még egy jó ideig nem lesz itt gond. Igen, mondjuk annyit pontosítanék az Újpest kapcsán, hogy pont a legutóbbi két bajnoki szezonunkban nagyon kitömtük őket idegenben, mármint amikor bajnoki legutoljára kétszer bajnokok voltunk. Ugye a veretlen bajnoki szezonban 5-1, utána 4-1, azok emlékezetes és szép győzelmek voltak, de ettől függetlenül Újpestre tényleg soha nem győzni jártunk, tehát ebben teljesen egyetértek, és én most is személy szerint egy olyan döntetlen körüli meccsre számítok, de az tény, hogy a sorsolásunk jó, és jó lenne végre megmutatni azt mondjuk a Mezőkövesd, a Haladás és a Paks ellen, hogy tudunk jól is játszani, mert hajlamosak vagyunk ezek ellen a csapatok ellen valahogy mindig a rosszabbik arcunkat mutatni. Most tényleg jó lenne, ha végre ezeket a nyerhető meccseket is be tudnánk húzni. Egyébként még annyit gyorsan hozzátennék, hogy ami aggasztó, hogy azért szép lassan kezd elfogyni a csapat, főleg elől a támadó posztokon, tehát azért Mengoru és Tabakovics sérülése így együtt már aggasztó, és igaz, hogy Sós Bence lassan felépül, de hát ő mégsem ugyanaz a poszt. Illetve, hogyha sárga lapok, esetleg piros lap sérülés miatt kiesne valamelyik hátvédünk, akkor megint csak nem látszik, hogy ki tudná minőségben pótolni. Igen, ezt jó is, hogy említetted ezt a sérülés hullámot, tehát ezért látszik, hogy így is eléggé szűkös a keretünk, és most a héten fog majd kijönni az instat elemzés az elmúlt 5 fordulóról, és hát jól látszik majd, hogy kvázi ezen az 5 meccsen ugyanazt a 14 játékost használtuk, tehát megvolt a stabil kezdő 11, akik mellé mindig ugyanaz a 3 játékos beállt csereként, és a kispadon is csak akkor változtattunk, hogyha sérülés jött közbe. Úgyhogy aggasztó valóban, a hírek szerint azért Tabakovicsot legalább egy hónapra elvesztettük, ami azért most fájó. Úgyhogy valaki írta is ez alatt a kérdés alatt kommentbe, hogy hát addig tart ez a menetelés, amíg egy komolyabb sérülés hullám nem jön, és hát már most ennek vannak jelei, hogy jön, és már itt van a sérülés hullám.
De az mindenképp biztató, hogy Sós Bence felépült, és a hétvégén már játszottam egy egyben, mi több Mester 3-ast rúgott. Így van, ezt akartam mindenképp én is kiemelni, hogy ez a sérülés hullám azt is eredményezheti, amiből lehet, hogy jól jövünk ki, hogy például Varga, Sós és Bódi egyszerre lehetnek majd a pályán egyfajta 4-5-1-et játszva Bódi középen. Lehet, hogy ez jól is elsülhet. Illetve, hogy konkrétan választ adjak arra, hogy szerintem mikor lehet vége a menetelésnek, hát azt kell mondjam, két dolgot kell erről mindenképpen mondanom. Az egyik az az, hogy az idegenbeli eredménysorunk az azért nem olyan veretes, tehát nagyon nagy különbséget lehet felfedezni például a rúgott góljaink számában, úgyhogy az biztos, hogy például most Újpesten sem fogunk gólzáport rendezni. Ez az egyik, amit mindenképpen fontosnak tartottam. A másik pedig az, hogy addig fogunk menetelni, amíg a védelmünk tartja azt, hogy 0-1 gólokat kapcsak. Képesnek látom őket erre, és amíg mondjuk 0 gólon tartjuk az Újpestet, elég az, hogy ugyanúgy lőjünk egyet, mint a Balmazújvárosnak, és hazajöjjünk 0-1-jel, az is bőven elég lenne számunkra. Akkor jöjjön az ötös kérdés. Felcsút ellen, amikor megtörtént a formációváltás, Tőzsér néha egy vonalban volt a hátvédekkel, amikor Prosser támadt. Tőzsér rákiabált az eddig gyengén játszó Ferencire, hogy ütköz, és ő ütközött. Ezek alapján, ha valaki irányítaná verbálisan Ferencit, akkor használható bal hátvéd lehetne-e? Hát ezt én nem tudom megállapítani. Az biztos, hogy ezen a meccsen most sokkal jobban játszott Ferenci, mint az ezt megelőző időszakban. Most tényleg nem lehetett rá panasz, meg már egyébként a Balmaz meccsen se volt olyan borzasztóan rossz, mint korábban. Úgyhogy most ez így tényleg nem volt egy rossz teljesítmény, lehet, hogy tényleg ez kell, hogy leüvöltsék a fejét, bár tavaly azért Danilovics is leüvöltötte a fejét, és hát nem segített rajta. Én ezért nem látom őt még mindig egy stabil megoldásnak a bal hátvéd pozícióban, és az az érzésem, hogy elpazarolunk egy jó alternatívát a középpályáról, szóval sem neki nem ideális ez a poszt, sem úgy a csapat egészének, nem lesz belőle soha vérbeli bal hátvéd, tehát kéne szerezni valakit oda, vagy Barnárból tényleg egy jó bal hátvédet faragni, vagy ha úgy tűnik, hogy ez nem fog menni, akkor igazolni. És Ferencit pedig beépíteni a középpályás rotációba, mert a beadásai jók, az átlövései jók, közjátékban részt tud jól venni, tehát ezért kikupálódtak ezek a képességei egyre jobban. Amúgy is volt szerintem régen potenciál benne, csak nem nagyon tud ebből sokat mutatni, hiszen most jelenleg nem azon a poszton játszik, ott pedig folyton azt látjuk, hogy gyengén teljesít, bár tény, hogy az elmúlt két meccsen egyébként nekem is kellemes csalódás volt a produkciója, de ebből még mindig nem vonnék le messze menő következtetéseket. Régen rossznak tartom, hogyha egy játékos akkor ütközik, hogyha rá kiabálnak, és hogyha egy játékosra rá kell tenni valakit, aki majd pesztrálja és figyeli, hogy most éppen mit csináljon. Nem gondolom, hogy emiatt volt jobb a játéka. Ferencinek azt gondolom, hogy azért volt jobb a játéka, mert végre tényleg láttunk tőle pár harcokat, belement pár harcokba, és még hogyha nem is jött ki belőle feltétlen mindig jól, de még mindig nagyobb esélye volt annak, hogy így képes megállítani az ellenfelet egy-egy támadásnál. Erre lenne egyébként szükség, nagyon sokszor leírtuk, elmondtuk, hogy Ferencinél a legnagyobb probléma, ami leginkább az idegrendszerünkre is káros hatással van, az, amikor rávezetik a labdát, és folyamatosan hátrál, még a 16-oson belül is, és simán megpróbálhatják beadni mellette a labdát, és egyetlen erénye az, hogy talán elakad benne a beívelés. Néha ez megtörténik, és akkor szögletre pattan, hát a szöglet meg fél gól tartja a mondás, úgyhogy nem emiatt lesz jobb vagy rosszabb játékos Ferenci szerintem. Hatos kérdés, amiről már beszéltünk többet is, meg lehet-e az Európa Liga, engedjétek meg, hogy én válaszoljak először, meg lehet, hogyha olyan helyezéssel végzünk, de szerintem nem realitás az, hogy a dobogón legyünk.
Adott esetben én inkább el tudnám képzelni azt, hogy a Magyar Kupában menjünk addig, hogy ott nagyobb eséllyel legyünk Európa résztvevő helyen a végén, de ehhez nagyon nagy adag szerencse is kell. Hát ahhoz döntőbe kéne jutni, és ha nem is megnyerni, akkor olyannal játszani a döntőt, aki indul, de ugye tudjuk, hogy most már nem a kupa döntős, hanem a bajnokságban a negyedik indul helyette, tehát akkor kijavítom saját magam, ehhez meg kéne nyerni a Magyar Kupát. Igen, így van, erre utaltam, és ez egy nagyon szerencsés sorsolás kell, és nagyon szerencsés mérkőzések. Hát, na erre mondtam én ezt az előbb, hogy majd erre a kérdésre, amit feltettél, itt szeretnék válaszolni, tehát ezt már elmondtam a semleges térfélbe is, hogy én még nem szeretnék ilyen dolgokról beszélni, várjuk meg a téli szezont, várjuk meg, hogy mi történik a télen, és majd utána lehet beszélgetni arról, hogy adott esetben Európa Liga, de azért tudjuk, hogy hol a helyünk, és egyelőre még azért attól messze vagyunk, hogy stabil, dobogós csapat legyünk, és szerintem nem is tenne most jót nekünk, hogyha jövőre hamarabb el kéne kezdeni a felkészülést, és sokkal több meccset kéne játszanunk. Ugye látjuk, hogy azért a Vasas is megsínylette ezt, még hogyha azért annyira nem is, mint azt várni lehetne, de azért gyengébben kezdték a szezont. Hát meg lehet nyilván matematikailag, meg hogyha mondjuk olyanok játsszák a kupadöntőt, akkor ha mi odaérünk negyedik helyre is meg lehet, én továbbra is azt gondolom, hogy nem ezen kéne most gondolkozni, és nem erről kéne álmodozni, hanem tényleg arról, hogy végre építsünk egy csapatot, és építsünk fel a jövőnket, ahogy már erről volt szó. Annyit még hozzátennék ehhez, hogy miről álmodozunk és mire gondolunk, hogy a jelen állás szerint, ha odaérünk, ha nem érünk oda, és ha jó sorsolásunk van, ha nem jó sorsolásunk van egy esetleges 2018 nyári nemzetközi kupás indulás esetén, a DVSC nem gondolom azt, hogy képes lenne arra, hogy meneteljen a nemzetközi kupában. Nagyon nagy mázlival mondjuk egy rájátszáshoz oda jutna, hogy rájátszásba játszik azért, hogy csoportkörbe jusson, de nem realitás az, hogy a DVSC ismét nemzetközi szinten csoportkörben játszon. Jelenleg ez nem realitás, sem Herceg Andrással, sem nélküle, sem Varga Kevinnel, sem nélküle. Ilyen szempontból pedig azért arra appellálni, hogy jaj, meg lesz az elindulás, és egy egész szezonban ezt várni, ezen filozofálni, és gyakorlatilag még hátra van ugye 23 mérkőzés, ezt a 23 mérkőzést annak alá szentelni, hogy Európa Liga, Európa Liga, én azt gondolom, hogy elvesztenénk annak a 23 mérkőzésnek az igazi élményét és az igazi izgalmát, mert nekünk arra kell most koncentrálnunk, ami következik. Éppen mindig arra a mérkőzésre kell koncentrálni. Az legyen csak egy bónusz, egy ráadás, egy kellemes hozadék, hogyha olyan helyezéssel érünk véget, hogy nemzetközi kupában indulhatunk. A jelenlegi Debrecen már nem az a csapat, amelyről mindig el lehetett mondani idény elején, hogy az a célunk, hogy a nemzetközi kupában indulhassunk. Ez már nem az a csapat, ezért én azt gondolom, hogy ezen nem is kell gondolkozni, hogy ha nem jön össze, azt vegyük természetes dolognak, ha pedig összejön, örüljünk majd neki akkor, hogyha összejött. Így van, kicsit elszaladt most a ló azért néhányakkal is, már itt Európa Ligáról álmodoznak, meg ugye a B közép már kiabálja, hogy harcoljatok a bajnoki címén, nyilván azért ezt nem feltétlen gondolják ők se komolyan, bármiért ne gondolhatnák komolyan, de azért még itt nem tartunk, tehát tudjuk, hogy hol a helyünk. És örüljünk annak, hogyha ennek ellenére is újabb győzelmeket hozunk, és újra újabb 3-3-3 pontokat szedünk. Csak tényleg ez legyen most a cél, hogy jön az újpesti mérkőzés, és akkor mindent bele is, hajrá is, és legyünk ott. Na és akkor jöjjön a hetes kérdés, az utolsó a ti kérdéseitek közül. Nagyon jól bejött eddig az állandóság, Herceg megtalálta az optimális kezdőt, ugye erről beszéltünk is. Ez visszaüthet-e a későbbiekben, nem lenne értelme apróbb variálásoknak, annak ellenére is, hogy sikeresek vagyunk, hogy többen is azt érezzék, hogy ott vannak a tűz közelében. Lenne értelme, csak nincs kit, ez a válaszom röviden. Tehát nézzük meg a cserepadunkat meccsről meccsre. Ott van maximum 3 ember, akit nyugodt szívvel bemernék hozni. Ebből ugye az egyik
Takács Tamás, a másik Tisza Tibor, két rutinosnak mondható támadó. Még ide sorolnám Szekulicsot, akit mondjuk, ha védekezni kell, be tudnám hozni. De rajtuk kívül ki? Tehát most Csőszrihád, oké, voltak biztató percei, de még 10-nél több percet nem játszott egy NB1-es meccsen. Nagy Kevinnek van 1 perce az NB1-ben, Mészáros egy 37 éves belsővédő, őt nem hozott be értelemszerűen. Most ki volt még a fiatalok közül, nem úgy be, ki volt még a kispadon az elmúlt meccseken? Bíró. Bíró, igen. Vagy ott volt még Nagy Kevin is, azt hiszem az egyik... Most mondtam Nagy Kevint. De jó. Igen, Bíró, aki az elején játszott a bajnokságnak, de azért olyan jó teljesítmény nem láttunk tőle. Hát mármint, hogy ő is gyakorlatilag ilyen 3 percet kapott. Igen, már. Igen. Tehát Filip... ott annyi idő alatt nem is mutathatott semmit. Filip eltűnt a keretből, ugye most hiába játszott a kupameccsen, hiába férne oda, még a kispadra nincs ott. És akkor annyi, hogy mondjuk Sós Bence visszatérőt nyilván betenném, meg mondjuk Kusnyérék lenne az, akinek esetleg bizalmat tudnék szavazni, de még ő nagyon fiatal, de nincs más egyszerűen, akit betennél. Tehát most én csak azért, hogy forgassuk a kezdőt, meg hogy érezzék a többiek, hogy nem biztos a helyük, ezért én nem tennék be egy, mit tudom én, Kuti Krisztiánt, vagy egy Nagy Kevint a csapatba, tehát semmiképp nem nyúlnék ehhez a jól működő kezdőhöz most. Így van, abszolút jogos. Ugyanerről beszélgettünk most a mérkőzések előtt más szurkolókkal, hogy rendben van, hogy szívesen látnánk mondjuk Csőzt ott a középpálya középső szekciójában, de miért vegyük ki mondjuk Jovanovicsot, vagy miért vegyünk ki onnan bárkit is azok közül, akik jelenleg ott játszanak. Rendre hozzák azt a teljesítményt, amire szükség van, hogyha pedig valami működik, akkor azt miért változtassuk meg. Ettől függetlenül tartom, hogy nem az utolsó 1-2 percre időhúzó csereként kellene őket betenni a csapatba, hanem akár kaphatnának 10-20 percet, de mint ismételtem, hogyha valami jól működik, akkor azt nem feltétlenül kell megbolygatni. Igen, én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy nem feltétlen nincs kit behozni, én inkább azt mondanám, hogy nincs mikor. Tehát eddig olyan meccseket játszottunk, amikor vagy nagyon éles volt a helyzet, és nem fért bele az, hogy kísérletezgessünk. Ugye talán egyedül a Vasas ellen a második fél időben volt olyan a helyzet, hogy azt lehetett volna mondani, hogy jó, most kapjon esélyt mondjuk Csősz is hosszabb időre, de akkor még az volt az első igazán jó meccsünk, gondolom akkor még ez is szempont volt, hogyha már végre jól megy a játékosoknak, ne hozzák le őket a pályáról, legyen meg az önbizalom, őrizzük meg az előnyt. Tehát igazából ott ez volt benne, utána szoros meccseket játszottunk, és ezen kívül pedig tényleg az is igaz, hogy olyan játékos helyett nem érdemes játszatni valakit mondjuk egy fiatalt kezdőként, aki jól teljesített Jovanovics helyett mondjuk, vagy... Őzsér helyett, vagy Könyves helyett, vagy lehetne tovább sorolni, felesleges mást berakni. Tehát Varga Kevin is akkor tudott bekerülni, mikor kényszer helyzet volt a posztján, és talán ez lesz az idei évünkre a jellemző, hogy akkor fogják megkapni a fiatalok a bizonyítási lehetőséget, amikor egyszerűen jön egy kényszer helyzet, és nincs jobb, és nincs más. Úgyhogy talán ebben lehet bizonyos értelemben reménykedni is, hogy emiatt majd megkapja Csősz is, meg Bíró is, meg Nagy Kevin is, meg lehetne tovább sorolni a bizonyítási lehetőséget, de most még törékeny volt az egyensúly, meg ott volt ez, hogy a csapat vajon meg tudja őrizni a jó formáját, tehát ehhez kockázatos tényleg hozzányúlni. Hát ezek lettek volna a ti kérdéseitek. Reméljük, hogy azért sikerült választ adni és kellően mélyen érinteni ezeket a témákat. És mivel ilyen hosszan elnyúlt ez a jelenlegi adás, ezért a harmadik kérdésre már nem is kérnék olyan hosszú válaszokat tőletek, de a harmadik témakör mindenképpen az lenne, hogy milyen érdekes, hogy amikor jól megy a csapatnak a szereplés, akkor mennyire másfajta olvasói reakciókat kapunk tőletek egy-egy cikkünkhöz, hozzászólásban, vagy egy-egy Facebook poszthoz, és mennyire máshogy láttok minket, holott mi egyáltalán nem érezzük azt, hogy változnánk. Hát most a legjobb példa erre tényleg
Anderson legutóbbi cikke volt, ami hát nyugodtan mondhatom, hogy semmivel nem volt külön, mint egy 5 héttel ezelőtti összefoglalója, ugyanúgy látod, leírta, Anderson, amit gondol. Látod, Anderson, ennyit számít, hogy mit dolgoztál, semmivel nem volt jó, hogy csak a megszokott formádat hoztad, köszönjük szépen. És mégis, sziasztok, megyek haza. És mégis ugye 5 héttel ezelőtt még százával jöttek a kommentek, hogy de miért ezt mondjuk, miért ezt írjuk, miért fikázzuk a csapatot, meg negatívak vagyunk. Most megjönnek a kommentek, hogy egyetértek, jó a cikk, stb., aminek nyilván örülünk, csak nem nagyon értjük a helyzetet, hogy ez most miért változott meg így hirtelen. Oké, én egyébként azt érzem, hogy amikor rosszul ment a csapatnak, nekem személy szerint a saját cikkeim alatt annyira nem voltak rossz élményeim, hogy most ízekre szedtek volna, de ettől függetlenül az általános tendenciát én is érzem, hogy úgy érdekes ez, hogy azt mondják többen is, hogy a blog most jó irányt vesz, végre kezdjük reálisan látni a dolgokat, de hát ez így nem ilyen egyszerű, mert annyi történik, hogy tényleg nyilván népszerűbb dolog valahol egy jó meccsről, jó teljesítményekről írni, senki nem fog azon hőbörögni, bár mondjuk Nagy Sándor ez egy érdekes eset, hiszen nála már az is gond volt, hogy negatívan értékeltük, meg az is, hogy pozitívan, azért alapvetően senki nem fog azon hőbörögni, hogy miért értékelünk egy játékost pozitívra, amikor egyébként tényleg jól játszik, meg a csapatot miért dicsérjük, amikor mindenki elveszte a meccset. Tehát, hogy ezek nyilván népszerűbb témák, bár emiatt talán lehet, hogy kevesebb is a hozzászólás, mert ilyenkor ezt úgy csak jó elolvasni, és mindenki elégedetten hátradől. Ha pedig jön a kritika, akkor erre sokan ugranak. Szóval érdekes ez a tendencia, én nem érzek változást a hozzáállásunkban, ugyanazokról a dolgokról beszélünk, örülünk annak, amit látunk, ugyanakkor féltjük azért a klubot, mert nem gondoljuk, hogy a mélyben bekövetkeztek volna szükséges változások. Ez most egy tüneti jelenség, egy pozitív tüneti kezelés, amit Herceg András csinál, és tud ez valamilyen szinten mélyebbre is hatni, de azért van egy szint, amin túl egyszerűen lehetetlen, hogy lejjebb jusson. És azért ez még mindig aggaszt. Tehát valójában nem változott szerintem a hozzáállásunk. Szerintem se változott, ezt mindig elmondtuk, hogy mindig azt írjuk le, amit éppen gondolunk, és nincs külső nyomás rajtunk, hogy most épp milyen hangnembe és stílusba kell írnunk. Ez sokan úgy látszik, hogy nem értik meg, vagy nem tudom, hogy erre most mit mondjak, de tényleg nem változtunk semmiben. Az viszont feltűnő, hogy még 5 héttel ezelőtt százával jöttek a kommentek a cikkeink alatt, most elvétve van, tehát ötöde. És nem csak az, hogy elvétve van, vagy kevesebb, hanem a negatív sincs. Tehát nézzük a kommenteket, és nincs, hogy mit gondolsz így, meg hogy gondolod ezt, meg egyebek, hanem olyan oké, mint hogyha ez lenne a normális állapot. Ahelyett például, hogy tényleg kiörömködnénk magunkat abban, hogy jaj, de jó, végre felszabadultan jöhetek haza, akár idegenből, akár hazai mérkőzésről. Mert az tényleg nagyon-nagyon jó, és szerintem az idegenbeli utazásoknak az egyik legizgalmasabb pontja, amikor azon gondolkozunk, hogy majd hogy fogunk hazajönni. Hogy majd milyen állapot lesz úrrá rajtunk, és ezért nem mennek nagyon sokan idegenbeli meccse, mert azért, aki már átélte, hogy utazik 300-400 kilométert, és kikap a csapata, akár még úgy, hogy vagy utolsó perces góllal, vagy pedig egy rettentő rossz játékkal, azért az a hazaút, az bármit csak azt négy gyakorlatilag. És ugyanez kapcsán most megint jött egy ilyen komment például, hogy na hát jól megy a csapatnak, akkor mi is elővesszük azokat a dolgokat, amik jól működnek, hiszen Anderson pont te írtad meg ma a görbetükröt, de ugye a többiek keze is benne volt ebben a görbetükör dologban, és ennek a felélesztésében nyilván te voltál most ennek a fő szülőatya. Semmi köze nem volt ennek a rovat felélesztésnek, sem ahhoz, hogy a csapatnak milyen szereplése van, sem pedig ahhoz, hogy milyen kérdéseket tettünk fel felétek a Merre tart a Loki blog kérdőívben, amit egyelőre még nem értékeltünk ki, majd azt az ősz közepén tervezzük egy közös blogtali alkalmával.
Egyszerűen csak jött egy gondolat, hogy miért ne lehessen ezt feléleszteni, tehát nem feltétlen van itt okokozati összefüggés. Bár nyilván lehet, hogy valami olyan hátsó dolog van azért mögötte, hogy mi is felszabadultabbak vagyunk, és tudunk ilyesmikben is gondolkozni, de ez, higgyétek el, nem tudatos. Itt, Anderson, most te következel, mert megszólítottalak. Ja, jó, rendben. Akkor legalább ezt is tudom. Jó. Nem tudom, mit tudnék még ehhez hozzáfűzni most, hogyha konkrétan erről a görbetükörcikről beszélünk. Itt nyilván van egy olyan tendencia is, hogy büszkében tud foglalkozni, meg jobbkedvűen az ember úgy az egész NBA-gyel, ha azt érzi, hogy a csapata is teljes jogú tagja ennek a csodálatos bajnokságnak. De azért ez már régóta érlelődött ez a gondolat, hogy jó lenne valahogy ezt a rovatot kicsit feléleszteni, tényleg beszéltünk már erről többször is. Szóval nem biztos, hogy csak ezzel függ ez össze. Úgyhogy összességében már egyébként a többire nem nagyon tudok új dolgokat mondani. Itt inkább arról van szó tényleg, hogy ha valami jól működött régen, és szerették az olvasók, akkor ha épp van rá kapacitás és lehetőség, akkor miért ne írjunk megint erről, hogyha tényleg nekünk is van kedvünk, időnk, energiánk. Tényleg azt kérjük mindenkitől, szerintem ez lehet záró gondolat is, hogy tényleg azt lássátok, hogy bármi az aktuális szituáció, akár pozitív tendencia, vagy negatív tendencia van, ugyanúgy írunk, ahogy egy évvel ezelőtt, fél évvel ezelőtt, vagy két évvel ezelőtt írtunk. Tehát, hogyha úgy érzitek, hogy éppen nagyon pozitív minden, akkor nyugodtan lehet egy picit visszább, ha pedig úgy érzitek, hogy nagyon negatív, akkor pedig ne gondoljátok azt, hogy mi most na mindenkibe beleszállunk, és mi milyen negatívak vagyunk, egyszerűen leírjuk azokat a dolgokat, amiket reálisnak érzünk. Jelenleg mi most ezt látjuk reálisnak, amit például ebben a műsorban is elmondtunk nektek. Tehát ne legyen már más a megítélésünk a csapat szereplésétől függően. Ezt is fejünk köz vágták már egy néhányan, hogy ők szeretnék azt a Loki blogot ismét olvasni, amelyik két vagy három évvel ezelőtt amilyen stílusba írt. Hát ugyanebben a stílusba írtunk, sőt szerintem inkább fejlődtünk azokhoz az időkhöz képest, azért folyamatosan újítunk, új dolgokat hozunk be, úgyhogy én nem szeretnék visszatérni ahhoz az időkhöz, mert szerintem azóta jobbak vagyunk. Az meg, hogy akkor jó dolgokról tudtunk írni, az nem rajtunk múlt, tehát most csak azért nem fogunk jó dologról írni, hogy mindenkinek megnyugodjon a lelke. Ha egyszer szar a helyzet, akkor azt fogjuk leírni. Na hát nagyjából ennyi lett volna, ettől függetlenül nagyon szépen köszönjük a sok pozitív hozzászólást, mert tényleg jót tesz a mi lelkünknek is, hogy látjuk azt, hogy vannak egyező vélemények is, hogy ti is hasonlóan láttátok a mérkőzés alakulását, vagy éppen az aktuális helyzetét a csapatnak. Bízunk benne, hogy ez a nagyon jó tendencia, mármint nem az, hogy minket lehet dicsérni, hanem az, hogy a csapatot lehet dicsérni, és a csapatról lehet pozitívan beszélni, az folytatódni fog, függetlenül eredménytől, és minél tovább megörvendeztet minket Herceg András csapata azzal, hogy jó játékkal játszik végig 90 percen keresztül minden mérkőzést. Ebben bízva búcsúzunk most tőletek, köszönjük a megtisztelő hosszú figyelmeteket, hamarosan folytatjuk majd a podcastjeinket, illetve a cikkeinket, úgyhogy maradjatok velünk, ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel csatornánkra, és természetesen kövessétek a Loki blogot a Facebookon is. Köszönjük a kérdéseket! Én Csibu voltam, itt volt velünk Anderson. Sziasztok, köszönjük a figyelmet. Juve fan. Sziasztok. Hajrá, Loki. Sziasztok.